A tavalyi intenzív influenza szezon után idén is magas fertőzöttségi arányra számítanak a szakértők, azonban még 2022-ben a megszokottnál korábban jelentkeztek a tünetek a betegeknél, idén az enyhe időjárás miatt később csúcsosodhat ki a járvány. A leghatékonyabb módja az influenzás megbetegedések megelőzésének a védőoltás gyermekeknél és a fiataloknál is. Ők ugyanis kiemelt szerepet játszanak a betegség terjesztésében. Zoltán. Köszönöm szépen, Zsanett, jó estét kívánok a nézőknek, és jó estét kívánok mai első vendégemnek, aki a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Havasi Katalin. Kérem, Katalin, hogy mindenek előtt beszéljünk arról, hogy mit tapasztalnak most a jelenlegi helyzetről, mit lehet elmondani, hogyan alakul az influenza-szerű, így fogalmaznak a szakemberek, tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Jó estét kívánok! Valóban a gyerekek között már nagyon sokan náthásak, köhögnek, ezt tapasztaltuk az elmúlt hetekben. Emelkedik a lázas beteg gyermekek száma, de ez még nem igazán az influenza járványt jelenti, hiszen azt látjuk, hogy az influenza most egy picit később jön, de ami késik, nem múlik. Sajnos tavaly évben is azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy számú megbetegedés volt, és a szövődmények is követték. Az idén is erre számítunk, és ezt mutatja a déli féltekén szerzett tapasztalatoknak a sora is. Igen, aggasztó megfigyelésekről írnak a közleményükben, és itt a megfigyelés alatt értik azt, hogy nyáron a déli félgömb járvány adatait vizsgálják. Mit mutatnak a tapasztalatok, mire lehet abból következtetni? Általában a déli félgömbön ugyanazok a vírusok, ugyanazok a vírus törzsek jelentik a járványt, amelyek utána az északi féltekén megjelennek, és két olyan tapasztalat volt, ami felhívja a figyelmünket az óvatosságra. Az egyik, hogy nagyszámú megbetegedés volt, magas volt a járvány csúcsa, nem húzódott el annyira, mint előző évben, viszont nagyszámú megbetegedés volt, és a gyerekeknél megnőtt a kórházi esetek száma, ami a védőoltás elmaradásával is összefüggésbe hozható. Általában az 5 év alattiak, a krónikus betegek és a 65 év felettiek azok, akik igazán veszélyeztetettek influenza szempontjából, azonban most azt találták, hogy ez a 9 és 14 év közötti korosztály volt az, akik közül a legtöbben kerültek kórházba, és mindjárt őket követték a kisebbek, az 5 év alattiak. Az elmúlt években azt lehetett tapasztalni, hogy a koronavírus betegség tünetei és az influenza vírus által okozott betegség tünetei között van átfedés. Lehet most különbséget tenni, hogy az influenza vírus által okozott betegségben szenvedőknek milyen tüneteik vannak, hogyan különül el a koronavírustól? Valójában tünetek alapján nem lehet megkülönböztetni, gyors teszt van mind a két vírusra, amivel el lehet különíteni, de tavaly is azzal találkoztunk, hogy egybeesett az influenza járvány csúcsa az egyik koronavírus súbbal vagy csúccsal, és jó néhány gyereknél azt tapasztaltuk, hogy súlyosabb lefolyású volt a betegség, amiatt, hogy egyszerre a két vírus betegítette meg. Idén sem tudjuk elkülöníteni, hogy mikor lesz egy következő koronavírus hullám, amelyek már várhatóan nem olyan súlyosak, mint az elsők voltak, de azért, amikor egybeesik két járvány hullám, az mindenképpen, vagy egy gyerek egyszerre két vírust kap el, az semmiképpen nem szerencsés, vagy nem jó számára. Ezért is javasoljuk a megelőzést mindenek előtt. Igen, ő már említett olyan korcsoportokat, amelyek a veszélyeztetettebbek közé tartoznak, és nyilván, amire most már ön is utalt, a megelőzésnek a legerősebb fegyvere az a védőoltás. E tekintetben mit lehet elmondani? Itthon a védőoltásokkal kapcsolatban hányan kérik? Van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Ez a szokásos mondás. Jó hír az, hogy rendelkezésre állnak nagyon jó minőségű védőoltások. Ezeknek alig van mellékhatásuk, súlyos mellékhatást egyáltalán nem írtak le Magyarországon. A pici érzékenység az oltás helyén általában más nem fordul elő. A rossz hír viszont az, hogy sokkal kevesebben veszik fel ezeket a védőoltásokat, mint akinek szüksége lenne rá. Még a krónikus betegek szüleit is sokszor győzködni kell, idős krónikus betegek, és azt gondolják, hogy nem olyan súlyos betegség az influenza, és amikor már itt van a baj, amikor már egyik betegségből a másikban mennek a gyerekek, mert az influenza után gyakran szövődmények következnek, akkor már késő a megelőzés, akkor már csak a gyógyítással próbálkozunk, és bizony ezzel ennek lehetne elé menni azzal, hogyha sokkal többen felvennék a védőoltást.
jó minőségűek, 3, illetve 4 komponensű oltóanyagok vannak, ami azt jelenti, hogy akár 3 vagy 4 betegségtől is megvéd egyetlen oltás, hiszen ha valaki egy influenza A típusú vírustól beteg lett, az nem jelent biztosítékot arra, hogy 2 hét múlva egy influenza B vírustól nem lesz beteg. És ha jól tudom, akkor a gyerekek számára már elérhető az orrspray formájában is a védőoltás, tehát hogy aki a tűtől retteg, már ő, neki, az ő számára is van már megoldás. Hadd kérdezzek még egyet, hogy a felvezetőben elhangzott, idén később indul az influenza szezon. Aki most szeretné beoltatni magát, kialakul még az immunitás? Bőven kialakul az immunitás, 2 hét alatt alakul ki a teljes immunitás, és az influenza járvány csúcsa talán január végére várható. Decemberben már biztos lesznek megbetegedések nagyobb számban, de még addig is van ideje kialakulni az immunitásnak. Gyerekek számára 2 év fölött orrspray formában is elérhető, 2 év alatt egy split vakcina, ami azt jelenti, hogy nincs benne egyetlen teljes vírus sem, nagyon kevés mellékhatással jár, egy pici szúrással, és ők a leginkább veszélyeztetettek. És hát a 3 komponensű oltóanyag és felnőttek, nagyobb gyerekek számára elérhető, ingyenesen elérhető, valamennyi házi orvosnál kérhető. Itt van a hűtőszekrényünkben, csak várjuk, hogy védelmet biztosíthassunk a gondozottjainknak. Beszéltünk arról, hogy vizsgálták a déli félgömbnek az adatait a szövődményekkel kapcsolatban. Mi a tapasztalat? Milyen szövődményekkel járhat egy rosszul kezelt vagy nem kezelt betegség? Leggyakoribb szövődmény a bakteriális felülfertőződés, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, maga az influenza vírus is okozhat nagyon súlyos tüdőgyulladást, de önmagában a betegségek egymás utániságában. Tavaly azt tapasztaltuk, hogy az influenza vírussal szinte egy időben nem csak a koronavírus, hanem az RSV vírus is járványszerűen terjedt, kisgyerekeknek súlyos fulladásos tüneteket okozva, és az influenza vírus megágyazhat annak, hogy a gyerekek könnyebben kapják el a többi betegséget. Tehát magából az influenza fertőzésből is lehetnek szövődmények, utána középfülgyulladások, arcüreggyulladások, elhúzódó légcsőhurutok, tüdőgyulladások alakulhatnak ki, de nagyobb a kockázata annak is, hogy egy félig meggyógyult gyermek esetleg további fertőzéseket, akár vírusfertőzéseket is elkaphat. Katalin arról beszélt, hogy elérhetőek a jó minőségű oltások, és még senki nem késett el, hogy beadassa magának. Köszönöm szépen a beszélgetést!